Még mixten 6 óra, ezek nem fogunk elindulni, alapban egy picit várni fogunk, mert nagyon sokan érkeznek még. Tehát nagyon sokan érkeznek, ezért egy picit várni fogunk, és csak 6 után fogunk elindulni. Most egy picit előrébb megy a kocsi, hogy mindenképpen elférjünk, mert egyre jobban kezd megtelni a terület. Tehát maga a vonulás még nem indul meg, csak előjön meg kicsit a kocsi. Egyébként az útvonal az a szabad sajtó útjához fog vezetni, ami a Ferenciek terénél található a Pető, meg bocsánat, Erzsébet hídnek a Pesti hídfőjénél. Tehát az Erzsébet híd Pesti hídfőjéhez fogunk majd menni a szabad sajtó útjára, de még nem indul el a vonulás. Kérjük mindenkinek a türelmét azért, hogy a érkezőket, akik még folyamatosan érkeznek a tér különböző oldaláról, őket bevárjuk, és közösen induljunk majd el. Köszönjük, hogy ilyen sokan vagytok. Reméljük, hogy nem lesznek ilyen dolgok, mint ami most. Tehát nagyon szuperek vagytok, és hamarosan majd egy olyan, szerintem egy 20 perc múlva el fogunk indulni.
Több tízezren vagyunk itt az Alkotmány utca és a Kossuth térnek a találkozásánál. Már most több tízezren vagyunk. Még egy 10 perc türelmet szeretnék kérni tőletek, mielőtt elindulna a vonulás, hogy mindenki megérkezzen, mert még mindig tömött sorokba érkeznek a tér különböző részein a résztvevők. Nagy tapsot mindenkinek, hogy ennyien vagyunk!
Sziasztok! Még 5 percet szeretnénk kérni a vonulás kezdetéig. Közben is folyamatosan duzzad a több tízezres tömeg. Egyre többen és többen vagyunk, és megmutatjuk, hogy nem egyszer vonultunk utcára, nem egyszer mutattuk meg azt, hogy van józan többség ebben az országban, hanem ismét megmutatjuk, és mindennél hangosabbak leszünk ma! Közösen fogunk átvonulni! Kedves résztvevők, köszöntünk mindenkit itt a Kossuth tér Alkotmány utca találkozásánál. Sok tízezren vannak itt, sok tízezren, aki együtt
a békés és demokratikus Magyarországért! Még mindig sokan érkeznek, de akkora a tumultus, hogy muszáj elindulnunk. Úgyhogy elindul a vonulás a szabad sajtó útja felé. Elindul a vonulás. És közösen megmutatjuk az egész városnak, hogy milyen sokan vagyunk.
Hallatjuk a hangunkat! Akkor hátraljunk! Na itt vagytok! Az égen elvileg majd a koszok, bérnél a hagyhaják már ők is! Gyerünk, 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 gyerünk! Yeah!
aki kedvenek is, hát csinek élni őket, hogy jöjjenek velünk. Tehát akkor tessék hallani a hangunkat, hiszen nem csendeztünk a pénzt! Gyerünk, 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 gyerünk! Gyerünk! Hagyjuk magunkat! Gyerünk! Hagyjuk magunkat! Mit szeretnénk? Nem hallom, hogy mit szeretnénk. Nem hallom.
A tömeg vége még mindig a parlamentnél van! De nagyon sokan vagyunk! Mondom, nagyon sokan vagyunk! Örülünk ennek! Megkérnénk azokat, akiknél magasabb zászlón van, hogy a következő lámpánál húzzátok le, hogy baleset veszélyt ne okozzunk vele, nehogy beleakadjunk a lámpába.
Hangosak vagyunk? Tudunk még hangosabbak lenni? És még hangosabbak? Hatalja az ország! Nagyon sokan vagyunk! Kiáltsatok egy nagyot! És most megyünk egyenesen előre! Azt szeretném, ha tudnátok, hogy a vége még mindig hol van? Hol van? A Kossuth téren! Akkor most kijelentsünk egy akkorát, hogy a Kossuth téren is hallják! És most is sokan vannak velünk itt a Deák téren is, úgyhogy skandáljuk azt, hogy gyertek velünk! 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 Állókat, hogy álljon a félre, hogy egy ekkora tömeg is el tudjon menni, és aztán később csatlakozzanak be a tömegbe. Jó, kérjük, hogy álljanak félre. És aztán csatlakozzanak.
akkor keressél vagy engem, vagy Tarnai Kristófot, vagy a Robertot. Ne előzzék meg a kocsit, kérem, a másik sávban sem, mert szeretnék rendezetten vonulni. Úgyhogy kérem az embereket, akik a Bajcsy-Zsilinszky út felé menő sávokba haladnak, hogy lassabban menjenek, mind oda fogunk kérni, még akkor is, ha a vége a Kossuth téren van! Tehát kérjük, hogy azok az emberek, akik azokban a sávokban vannak, amelyek a bazilika felé mennek, azok haladjanak lassabban és várják meg a rendezőket, hogy ők vezessék a sort, a sárga mellényes rendezők vezessék a sort, hogy szépen rendezetten tudjunk vonulni, mert ez egy nagyon szép vonulás, aminek hol van a vége? Hol van a vége? Sajnos azt kell, hogy mindenki hallja, úgyhogy meg kell ismételnem. Kérjük, hogy minden sávban maradjanak a sárga mellényes rendezők mögött, hogy szépen rendezetten tudjunk menni. Úgyhogy olyan rendezetten, ahogyan onnan érkeztünk, ahol még mindig ott a vége, ami a... Még mindig ilyen frissen gyalogolnak nagyon sokan, de azt kérjük, hogy maradjanak a sárga mellényes rendezők mögött. Tehát maradjanak a sárga mellényes rendezők mögött. Mindenna fogunk kérni a Szabad Sajtó útjára. Még akkor is, hogyha a vége hol van. Van, aki már többet kiabált a kelleténél, úgyhogy most másnak fogom adni a mikrofon. Úgyhogy hol a vége? Kossuth téren! Jól van, akkor azt kérem, hogy most, hogy már lassan elhaladtunk a téren, de a téren még mindig sokan vannak, hogy azért mondjuk, hogy gyertek velünk! 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 Gyertek velünk!
Kérem, akik a sinem mennek, hogy várják fel a sárga mellényes rendezőket, és utánok vonuljanak, hogy rendezetten vonuljunk, és forduljunk le majd az Asztórián a Kossuth-Lajos utcára. Tehát kérem, akik a sinem vannak, várják be a sárga mellényes rendezőket, és mögöttük vonuljanak. Jó? Tehát egy ilyen hosszú vonulásnak rendezetnek kell lennie, hiszen ennek a hosszú vonulásnak hol van a vége? Kossuth tér! Így van! Tehát kérem, rendezetten a sárga mellényesek mögött, és aztán, akik később jönnek, azoknak azt üzenjük, hogy gyertek velünk! Gyertek velünk!
a Kossuth Lajos utcára, hogy megérkezzünk a Szabad Sajtó utcára. De ahogy látom, már hatalmas tömeg van a Kossuth Lajos utcán. Úgyhogy egy nagy újondással köszöntjük őket! Hajrá!
ezért szeretem őt, a fény Európát. Nagyon a tömeget egyenesen vonuljon tovább a színpad felé. Köszönjük szépen!
Sziasztok! Rengetegen vagytok innen, egyáltalán nem látszik a tömeg vége. Azt az információt kaptam, amikor a tömeg eleje megérkezett ide a Szabad Sajtó útjára, akkor a tömeg vége az Arany János utcánál járt. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy ez a tömeg több mint 100 000 fős. Egy nagyon kicsi türelmeteket szeretnénk megkérni, mert azt az információt is kaptam, hogy még mindig nem ért teljesen ide a tömeg vége. Próbáljátok meg minél beljebb húzódni, bár látom, hogy elég sűrűn álltok. Reméljük, hogy mindenki minden fog hallani és valamennyire látni is. És addig is, mi vagyunk a többség, hajrá magyarok!
ellen, mert ő sem a stabilizátor. Azt akarom, igen, mert a előre neki.